hagymatikum Tanmedence felőli oldalával szemben, a Szent János téren található a Zita Szépségszalon. A 14 éve indult szalonban üzemel szolárium, infrakabin és kozmetika. A szépségszalon, vagy legalábbis a kozmetika része az elsősorban az öregedésgátló bőrfiatalító kezelésekre építkezik, és a tavalyi évben ezen az úton léptem egy kicsit tovább, két újfajta kezelést vezettem be a szépségszalonba. Mind a kettő lézeres kezelés, az egyik egy mezoáj lézer bőrfiatalító arckezelés, a másik pedig egy CV lézeres hialuronsavas arcfeltöltés, mert azt gondolom, hogy a kozmetikában a hölgyek egyre inkább arra vágynak, hogy egy kicsit többet kapjanak a klasszikus kozmetikai kezeléseknél, de esetleg még nem szeretnének plasztikai sebészhez fordulni, és ezért kerestem egy olyan eljárást, ami a klasszikus kezeléseken túlmutatva lényegesen többet ad a vendégnek, de nem kell neki elzárkózni a kezelések után a külvilágtól, tehát ezek után, a kezelések után nyugodtan másnap munkába tud állni. A kezelések azok elég széleskörűek, tehát egészen a tinédzser bőrápolásától kezdve, a különböző pigment zavarokon keresztül, az aknés problémákon át, az öregedésgátlásig elég széles a választék. Egy dolog maradt még hátra, ugye maga a Best of Makó díjról beszéljünk néhány szót. Mit szóltál hozzá, amikor ugye idén is megkaptátok, és hát hova tovább motiválhat esetleg ez a későbbiekben valamire? Hát nagyon örültem a díjnak, a vendégeim is velem örültek, mert persze fontos az embernek, hogy elismerjék, nagyon fontos a vendégek, talán a legfontosabb a vendégek elismerése, de persze örülök annak is, hogy elismerik a városban is az eredményeimet, és hogy úgy gondolják, hogy az ide Makóra látogató vendégeknek, hogyha eljönnek hozzám is egy kozmetikai kezelésre, akkor nem fognak csalódni, mert itt is egy színvonalas kezelést tudnak kapni. Hogy hova tovább, ha valami olyan dolgot látok, ami tényleg látványos, és lehetőleg mindenféle mellékhatás nélkül, mert azért arra mindig ügyelek, hogy olyan dolgokba vágjak bele, amit alaposan utána járok, hogy lehetőleg minél kevesebb kellemetlen mellékhatása legyen, akkor bele fogok továbbra is vágni, és arra törekszem, hogy minél látványosabban tudjam a vendégeimet fiatalítani, halványítani, sebgyógyítani.